A műsor támogatta a kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Sziasztok! Ez itt az őszintén órákról, amikor ünnepelni fogunk. Bort nem ezért iszunk, de attól még ünneplünk. Egy nagy vastag kötött pulóvert kellett volna felvegyek, amit így be a kandallom elé nagypapásan. Igen. Ugyanis mert... most arról beszélgetünk, hogy egyrésztről milyen óra szerkezetek vannak. Igen. Mert hogy ez egyrészt többször is kérdés volt. Igen. Másrészt fontos róla beszélni. Harmadrészt pedig arról beszélünk, hogy a Kvarc idén 50 éves. Oda születésnapot. Isten éltesse. Fél centenárium van olyan? Van olyan centenárium, meg bicentenárium. És melyik volt az első Kvarc óra? Seiko. Melyik volt az első automata kronó? Igen. Ha úgy tetszik, akkor Seiko. Ha úgy tetszik, kicsinált akkor először meg a Spring Drive-ot. Az vagy a következőt, nem tudom. Kicsinálta meg először a Spring Drive-ot. Seiko. Más nem is csinált. Úgyhogy most ilyen Seiko-lázban nézünk. Megpróbáljuk ezt nem átvezetni abba, hogy fél órán keresztül ömlöngjek a Spring Drive-ról. Volt már olyan rész? Volt. Ja. Még egy, szerintem én még egyet ki tudnék tölteni vele amúgy. Egész biztos főben. No. Milyen fajta szerkezetek vannak? Ez van, van a kvarc szerkezet, van a mechanikus szerkezet, a mechanikuson belül van a kézihúzós és az automata. És a kvarcon belül van a meka kvarc? Meg a spring drive. Igen. Meg a sima kvarc. És ezek úgy működnek, hogy először volt a mechanikus kézihúzós, ahol bejön most Zsebúrába. A videó bal oldalról, és láthatjátok azt, hogy hogyan működik alapvetően egy egyszerű kézihúzós szerkezet, ahol a rugóház tárolja az energiát, és a rugóházból a kerékrendszeren át eljut a szabályzásig gyakorlatilag, ugye regulationnek mondja tök jól az angol. Igen. Ami egyébként a járat magyarul, ez is tök fura név, hogy járat. Járat. Nem, amikor van olyan, sokkal jobb az escapement angolul. Hogy ott szabadul ki az energia. Így van, és ott van leszabályozva a kiszabaduló, tehát az escapementben nem járat. Rögtön egy mellék megjegyzés egyébként, hogy amikor, van olyan, amikor valaki így beszél egyébként tényleg, hogy és a magyar lingót, azt miért nem vágjátok? Azért, mert a magyar órás nyelv, órás mesterekbe is szava által egyébként tényleg egy teljesen össze-vissza valami. Nem hozok rá negatív jelzőt, de teljesen össze-vissza van. Vannak random magyar szavak, német szavak, francia eredetű szavak, tehát mindent mindenhogy hívnak, és bizonyos dolgokat persze jó tudni, de egy nyelv, főleg egy szakzsargonnak, akkor van értelme, hogyha valamire rámondom, hogy az, akkor azt mindenki érti a szakmán belül, és hogy az kifejező és leíró, nem úgy, mint amit megbeszéltünk. Na most, ha szotoár. Igen, ha most összehozok egy debreceni órást egy sopronival, feltételezem, hogy a Ferenc szakzsargonjuk ez nem fog egyezni, legalábbis az, amit használnak, az tuti nem. És éppen emiatt ugye nincsen ez leírva szinte sehol, ugye rendesen, egy-két helyen nyilván egyébként megvan örökítve, de iszonyat nehéz megtalálni. És annak sincsen semmi értelme, hogyha mi mondjuk, és utána ti nem találjátok meg se online az adott szóhasználatot. Tehát ha azt mondjuk, hogy escapement, és ilyenkor ki szoktuk írni egyébként, mert az ilyen idegen szavakat ki szoktam írni direkt, hogy ne úgy jöjjön le, hogy mi csak dobálozunk ezekkel az idegen szavakkal a saját szórakoztatásunkra, hanem azért, hogy tudjátok. És amikor azt bepötyögítek a Google-be, akkor teljesen más fogtok találni, hogyha beírjátok, hogy escapement, mint hogyha az, hogy szatoár, érted? Most mondtam valamit. Vagy járat, igen. Vagy járat. Igen, beírjátok, hogy óra, járat. Hát sok sikert, hogy megtalált, hogy hogyan működik a going train egyébként egy karórában. Tehát egy karóra szerkezett funkció egyébként az a poetikus küldetés, hogy az idő végtelen folyását valamilyen kézzelfogható, mérhető, feldolgozható, agyilag összehasonlítási alapként szolgáló egységé hozza. Így ami van. Egy elég nehéz feladat egyébként. Visszatérve a mechanikus kézihúzós karóra ott kezdődött, igen. Így van, vagy zsebóra szerkezett. Amúgy nem ott kezdődött, de... Nagyon régen kezdődött ez az egész, és mi szerintem a legjobb az, hogyha maradunk a svájci horgonygát szerkezetnél, tehát amit a mai napig használnak járatként, vagy escapementként a mai órákban. Ugye ezt fejelték meg azzal, 30-as években a Rolex. Hogy? Hogy automata óra. Uh-huh. Aminek, a perpetual. Igen. Aminek az volt a lényege, és a mai napig az automata amúgy óra. Amúgy Breguet volt az első automata óra. Komolyan. Igen, és zsebóra volt. Akkor már megint hallottam a marketingbe. Az első automata óra, az a Breguet-nél volt. És egy ilyen kalapács-szerű valami volt, és nem is forgott kalapács át. Kalapács automata volt? Igen. Az tök jó. A kalapács automata azért az Omega csinált nagyon sok kalapács automatát az 50-es, inkább a 60-as években. Az volt a lényege, hogy a rotor nem körbe forog, és úgy húzza föl a forgásból egy áttétellel a főrugót, tehát akkor gyakorlatilag az ujjunk energiáját, azt, amit kézzel felhúzzuk, azt kiváltja a forgó rotor, és hogy az forog egy áttételrendszeren keresztül, felhúzza a főrugót, ami tárolja az energiát. Viszont a kalapács automatánál ez a rotor nem forog körbe, hanem
van egy ilyen bázispont, ahol van egy rugó mindkét oldalon, és ahogy szépen forog az a rotor, mindig megakad benne, és mindig kalapács így üti. Az Orleans-i, nem is tudom milyen hercegnek, vagy nem tudom minek volt eladva az első automata óra Breggelt 1780-ban. Azt mondja, hogy azért ez elég beteg. És így nézett ki. Tehát, hogyha... Tehát ez a nagy, lengő súly... Nem egyen lejjön? Szerencsétlen kelet. Tehát, hogy ez így izgatta saját magát, és akkor itt ezek az ilyen pengék, tehát ezek feszültek, megengedték el egymást, és akkor ez csúszigálta, ami meghúzott azok. Szakszerű leírás. Igen. Ez csúszigálta azok. Voltam húzott. Egyébként a Louvre-ban, ahol volt kiállítva Breggé, és néhány óra, és kb. Ilyen leírás mondod, hogy igen, és így mondom, micsoda. De azért az mondjuk elég beteg, amikor nem a saját múzeumodban van kiállítva, tehát oké, hogy a Patek Philippe múzeumban találsz Patek Philippe órát, de hogy amikor a Louvre-ban ott ki van patintva néhány Breggé, azért az elég komoly. Szóval az automata sokkal kényelmesebb abból a szempontból, hogy nem kell azzal szenvednünk, hogy mi felhúzzuk kézzel, hanem ahogy hordjuk, a rotor szépen az ott forog benne és felhúzza. És akkor ugye ebből is megkülönböztetjük a kézzel húzható, meg a nem kézzel húzható automatákat, ugye, hogy amúgy koronáról tudjuk-e húzni, vagy nem. Mondjuk az egy nagyon durva szegénység bizonyítvány szerintem a mai világban még mindig, hogyha valamit nem lehet koronáról húzni. Mint az SKX-öket, amiket már szétfikáztunk egy korábbi részben. De már nem is gyártják a 7-26-ot. Vagyis ha gyártják is, mindjárt nem mert még van 100 millió raktár. Igen. Következően szívre elég. Tehát igen, tehát hogy akkor kezdjük itt, igen, hogy a 250 évvel ezelőtti svájci ugye Anker-Villás tehát a 99,99%-a a ma gyártott svájci és egyéb mechanikus karóanáknak 250 éve gyakorlatilag változatlan alapelven működik. Igen. Most már 260 éve. Igen. Nem tud megújulni a svájci óraipar. Hát igen, ilyen apró lépésenként, és utána visszajönnek szervizre azok az órák, amikben megújultak, és akkor szívrahamot kapnak, tehát amikor kitalálnak egy új gátszeg. Hányféle, mennyiféle új egyébként gátszegkezet volt? A legnagyobb nagy menés egy új gátszegkezet, az a koaxiál egyértelműen. Igen. És ugye a George Daniels is úgy... Meg a Springdrag. Meg a Springdrag. De most az abban nem megyek. Nem megyünk be a Springdragba. De a lényeg az, hogy igen, tehát milyenféle, és akkor kezdődött a kézihúzós régi, ami nem is úgy volt kézihúzós, hogy nem koronára húztat, hanem kulcssal. És a Zsezseachnek volt a nagy találmánya, hogy, vagy lekutülnek? Akkor még külön voltak. Kiváltotta a Le Maison nevű videójukba, kurva jó, annyira jó az illusztrált videó, hogy kiváltották azt, hogy ne kulcssal kelljen, hanem egy fix ponton lehessen a koronával felhúzni. Gyakorlatilag rögzítették a kulcsot a szerkezethez. Ezt úgy hívták egyébként, tehát ennek az eredeti neve az volt, hogy keyless works. Igen, keyless works. Tehát, hogy ez a kulcs nélküli működés gyakorlatilag. Extra listán bepipálható bármelyik autógyártónál, és ma is csak keyless go-nak hívják. Tényleg, mekkora amúgy. Igen, tehát azért ez nem kis... De milyen fontos lépések voltak, hogy ezek... Hogy ez nem kell tudjan... kulcs. Igen. De meg a Breggé, tehát ilyenkor derül ki, hogy néhány ilyen zseni mennyivel előzte meg a korát. Tehát amikor Rolex azt mondja, 1930 akármegyi, perpecsúl a rotor, és akkor azt mondja a Breggé, hogy srácok... 1780. 150 évvel ezelőtt már nekem azon járt az eszem, hogy mi lenne, ha nem kéne azzal szarakodni, hogy egy órát fel kell húzni, milyen idegesítő. Jó, hát... És szerencsét nem kellett alakozni ezt az egészet valahogy. Mielőtt legyártatta volna, nem ő gyárt, de ő gyártatta az első karórát is. És ráadásul az nem magyar... a Santos volt? Nem a Santos. Döbbenetes mértékig nem. Nem, addig zsebórák voltak, amiket rá lehetett csattintani ilyen különböző... Nem, az első rendes patent karóra, ráadásul egy magyar származású gróf nőnek készült. És azt tudtad, hogy a nagyon legendás Patek 15-18-ból, amiből 4 darab acél készült, és a Paul Newman Daytonáig az volt a legdrágábban eladott Patek Philippe, meg úgy egyáltalán óra ever, az abból 4 darabot gyártottak az acélból, és 2-t 1944-ben Magyarországra adtak el. De durva. Igen. Na tessék! Joseph Lang nevű ékszerésznek. Lang Józsi megrendelte a patekokat, jövő héten hozza. Csak ne arany legyen, mert államosítják. Jó, acélt kértem. Már 1571-ben is volt egyébként, de... És gondolj bele, hogy ha az ős ember átszúrta egy kurva nagy szöggel a csuklóját, hogy legyen napórája, akkor már az is karóra volt, hogy úgy veszik, csak mocskosul vérzett. Az ős ember úgy jött ki egy olyan meetingről, amit nem akart, és én volt tudni, hogy nézd már, ennyi az idő! Róla tűnöm estét, csak... Igen. Aki ült már fárasztó meetingeken, ahova nem akart bemenni, az érti, meg aki átszúrta a karját egy szöggel azért, hogy legyen napórája a csuklóján, az is
ti lesztek kevesebben. Tehát most ellentmondásos információkat találtam, hogy melyik volt az első. Karolin Bonapartén-nál járunk már. Igen, igen. De a lényeg az az, hogy a 19. Dáviddal megbeszéltük, hogy ez egy rövid rész. Igen, a 19. század elején járunk, és semmi köze nincsenek az egésznek az, hogy hogyan működik egy karóra, hanem csak az, hogy hol hordod. Úgyhogy kanyarodjunk vissza. Igen. Elegánsan. Kézi felhúzós most már 87-ére is. Szerkezetek. Hát ezt lezártuk szerintem. Igen, elmondtuk. Főrugó, going train, tehát ugye fogaskerékrendszer. Így van, aztán a járat, escapement. Igen. Mitket, egy fontos üzenet, tényleg. Tehát ami, mutatja ami, az időt. Ami tényleg font, igen, tehát hogy akkor hogy milyen fajta szerkezetek vannak. A lényeg az az, hogy tök nehéz valamit úgy lemérni, hogy nincsen semmi különösebb olyan dolog, ami erre utalna, anélkül, hogy az atomok oszlását, vagy az elképesztően pontos csillagászat a segítségül ne hívná. Tehát, hogy nagyon nehéz azt megállapítani, hogy egy másodperc ez pontosan mennyi ideig tart. És 250 évvel ezelőtt, meg 300 évvel ezelőtt, meg még inkább rohadt nehéz volt. Nem is nagyon foglalkoztak vele, mert a 300 évvel ezelőtti zsebórák egyébként egy 15-20 percet, de akár egy órát is simán késtek per nap. És ezért kellett megcsinálni a kronométert magát a hajózás miatt. Igen. Mert ott ugye a napállásából, meg az időből nézték, igen. És hogyha mondjuk késett egy óra, mondjuk egy fél percet egy nap, akkor akár az út során több száz kilométeres eltérés is lehetett a végcélba. Igen, tehát az viszont meg úgy volt, hogy az angol tengerészet adta ki ezt a megbízást, és azt hiszem John Harrison volt az első, vagy igen, valami. Igen, és az 1700-as évek. Elképesztő vagyonokat ígértek annak, aki az első hajón használható pontos órát el fogja tudni készíteni. Amihez kellett egy ilyen giroszkópot csinálni. Igen. És ez miért volt kíves? Azért, mert a hosszúság és a szélesség közül valamelyiket, amelyikre most nem emlékszem, hogy melyiket, de iszonyatosan nehéz meghatározni. Pontos időmérés kell, mert a másikat azt meg tudod határozni. Biztos ciki néhány térképész néző között, hogy én ezt nem tudom, hogy melyiket, de valamelyiket nagyon nehéz, és ez kell egy pontos óra. És ez volt a kronométer, és ezért van az, hogy még ma is a kronométer az egyébként a pontos óráknak a megjelenése, és kronometrikus bajnokságokat vagy versenyeket tartottak ilyesmi. Meg a legolvasottabb online magyar órás magazinnak is. Milyen érdekes? De amúgy tényleg. Igen. Tehát, de ez a lényeg, igen. És ezek a legpatentebb, legbrutálabb órák, amik egyébként ezekben a rendes frankon csillagvizsgálókban tartott pontossági versenyek voltak. Milyen órák voltak? Kézi felhúzós, full alap, háromutatós verkek voltak. De miért? Mert nincsen semmi, ami elcsessze a működését. Nincsenek egyéb vibrációk, nincsen az, hogy mit tudom én, kisebbre kell gyártani az alkatrészeket, mert nem foglalja el a helyet semmi. Tiszta sor. Minden bazi nagyra és robusztusra tudsz építeni. És ezeket még nyerték meg? Sokszor patekok egyébként. Külön erre. Tehát ez volt, tehát régen, ezek a Observatory Competition-nek hívták ezeket. Svájcban meg Angliában tartották, én úgy tudom, hogy a legtöbbet. És ezek olyan volt, mint az óráknak a forma egy frankon. Tehát, hogy külön csapatok dolgoztak csak azon az egyetlen egy darab órán, amit beneveztek. Hónapokig, akár évekig. Hogy az olyan legyen, hogy amikor azt oda benevezik, mert ez annyira szigorú volt, és annyira pontosnak kell lenni, annyira meg volt. Tehát, hogy milyen hőmérsékleten, mennyi ideig, milyen felhúzott főrugóval, minden. Nem az volt, hogy összerakták az órákat, hogy két év múlva valaki visszat, hogy na mennyi az idő, hanem halál pontosan megvolt, és egy 1000 pontos listán kellett egyébként listázni, tehát hogy végül is 1000 pontból jött össze a lista, igen, hogy melyik, igen. Hogy teljesített. És miért szüntették ezt az egészet? Azért szüntették be ezt az egészet. Túlságosan oda kellett figyelni arra, hogy mit csinálsz. Mert a svájciak, a mostani svájci vezetés, tehát az elmúlt 10 vagy 20 évből, ők nem voltak képesek azt elviselni. Tehát úgy kellett ezeket a versenyeket megrendezni, hogy már a top 3 sem egyezett abba bele, hogy kiderüljön, hogy ők kik voltak. Sőt, hogy be is nevezte. Nem lehetett publikálni azt, hogy ide a márkák beneveztek, hanem csak a győztesről derülhetett ki, hogy ki volt az. Ez olyan, mintha lenne egy Form 1-es verseny, ahol azt mondaná a Ferrari, a Mercedes, meg az összes többi, hogy csak a győztesről derülhet ki, nem lehet közvetíteni, nem lehet tudni, hogy versenyzünk, hanem csak az év végén kiderülne, hogy a Ferrari lett a világbajnok. És akkor kikkel szemben? Milyen, meg hogy? Milyen alapa? Igen. És ez írva is van, így történt. Ezért nem tudják ezeket a versenyeket megrendezni, mert egyre senki nem kíváncsi rá, mert a többi márkának így már minek levezzek be, ha utána nem tudok egy beneveznem, és nem tudok valamik vacakkal nevezni, mert oda megy a Krubel Forci, és megnyeri a p***ába, mint hogy így is történt egyébként. A történelem a legtöbb pontot egyébként, 900 valami, de tényleg elképesztő pontot szerezett a Krubel Forci, egy double turbionnal nyilván, ott nekik mondjuk, az tényleg egy ilyen elvetemült valami volt. A lényeg az, hogy az egyszerű szerkezetek nem feltétlenül rosszak. És akkor a mechanikus szerkezeteket ugye így kimaxolták ezekbe az observatóriumokba, és ennek az egésznek adott egy jó nagy tarkost 69-be az első kvarc karóra, nem az volt az első kvarc óra, mert már évtizedekkel korábban léteztek kvarc órák. Tényleg? Igen. Katonai meg egyéb felhasználásra. Igen. Tehát nem az volt az első kvarc valami, mert előtte megcsinálták nagyba. De az első kvarc karóra az az Astron volt.
És akkor ezzel átlépünk egy másik fejezetébe a karóra készítésnek, ami rendkívül... Ezek a kvarcórák. Amikből van érdekes amúgy. A Spring Drive, de az egy külön adás lesz valamikor, jó, amikor igen. Nagyon ráérünk. Ne, van a, igen. Szóval van a szuper kvarc. A kvarcóráknak... Bocsánat, nem? Szuper kvarc? Igen. Ez picit ilyen kína is, nem? Igen. Szuper kvarc. Szuper mega! Szóval, hogy a kvarcóráknak a lényege az, hogy gyakorlatilag kiváltották az energiatárolást egy elemmel, és a... Hát gyakorlatilag a szabályzást, tehát az escape mentet pedig kiváltották egy kvarc kristállyal. A kvarc kristálynak van egy olyan tulajdonsága, hogyha megfelelő mértékű áramot kapja, akkor 32768 Hz-es frekvencián elkezd rezegni, amit egy IC, tehát egy integrált áramkör és egy léptető motor segítségével másodpercenkénti léptetést biztosít a másodpercmutatónak, és kurva pontos lesz. Ide majd meg én ilyen félig átlátszólag ilyen brazil hullatáncosokat fogok tenni, hogy egy kicsit ez felpörgesse ezt a szegmest. És valami extra motivum legyen. Tehát igen. Tehát mi történik? Míg egy sima mechanikus karórába egy másodpercet 6-8, egy elprimőre esetében 10 részre osztasz, mert mondjuk egy 4 hercen futó szerkezet, mint a legtöbbet a manapság egyébként, abban négyet fordul balra, négyet fordul jobbra, nagyon konyha nyelven fogalmazva a billegő. Tehát 8 részre osztottál egy másodpercet. Itt 32768 részre osztasz egy másodpercet. Mondták, ne aplózzuk el, ilyen 32768. Ja, az pont jó. És ez úgy néz ki, mintha egy hangoló villád lenne egyébként gyakorlatilag. És ez a két villa, ez rezonál, mint az igen. Állat. Igen. És ezt kell tudni nem megszámolni. Nem összekeverendő egyébként a búgós hangvillás még a kvarc előtt bejelentkezett. Igen, akkor volt egy ilyen kis, mindenki azt a szerkezetet használta, vagy hasonlót. Az Omegának is volt, a Bulovának is, vagy a Tiszónak is. F300 HZ-nak hívták, ugye a HZ az a Hertz. Tehát ezek voltak a 300 Hz-es úgynevezett búgó, ilyen kis hangvillás órák, ahol, ami egy eléggé elbaszott konstrukció volt, mert annyira pici apró fogak voltak, annyira pici apró kis áttételek, hogy ott gyorsan meg tudták enni magukat, és soha nem lett elég pótalkatrész gyártva ahhoz, hogy ezek a mai napig felmaradhassanak. Nem is drágák, ha kifogunk egy jót, akkor tök aranyos, ahogy így búg, és az óraiparnak egy nagyon érdekes, tehát a történelmének egy nagyon érdekes kis morzsája lehet a miénk, de ha elromlik, akkor ott viszont majd lehet vakarni fejt. A kvarcból is van koszk. Bizonyám, mert a kvarcokat is lehet tesztelni. És a szuper kvarc is ide kapcsolódik, amit a hülye neve miatt, ami jogos super volt. Super kvarc! Tehát még mínusz 4 plusz 6 másodperc a napi átlag eltérésnek a limitje egyébként a koszkon belül, addig a kvarcnak 0,07 másodperc. 700 másodperc ahhoz, hogy koszk kvarcod legyen. Hát több bizsereg. Ugye, hogy milyen menő? Nem. És hogy ráadásul, ezek a szuperkvarcok, ezek termokompenzált kvarcok, ami azt jelenti, hogy nagyon szélsőséges hőmérséklet ingadozást is tud kompenzálni. És melyik márka csinálja ezt? A Breitling, a kompenzációs órák egyik királya. És egyébként pedig a svájci kvarc magas iskolájába csak ilyen hőkompenzált kvarcok kerülhetnek, de van a japánoknak is szerintem hőkompenzált kvarcuk, a 9F. Fantasztikus szerkezet. És lesz egy új Citizen, amiről én még nem beszélhetek, de majd lesz, és tudom, hogy lesz, és olyan lesz, hogy beszarunk amúgy. Ez egy értékes információ volt, remélem mindenki. Bázelre, amikor már nem lesz Swatch Groupot, meg ilyenek, akkor ide nem Citizenhez még nem kértem időpontot. Kérje szerintem, mert a legjobb standja nekik volt tavaly. Most bekerül ide egy videó, erről pont van tavalyi videóm. A nagy fekete űrhajó. Amikor lógtak a szerkezetek? Lógtak a szerkezetek, de Damilon több száz szerkezet, több ezer szerkezet. Több ezer simán. És úgy volt megvilágítva sejtelmes fényekkel, és olyan ilyen űr, ilyen kozmosz zene ment alatta, nyilvánra. Hogy bementél, és egy akkora flashed volt ott, hogy ezért csinálom én ezt az egészet. Ah,
Jó volt. De na, tényleg nem is szerkezetlen, csak alaplemezek. Amúgy. Igen, de sokkal ötletesebb volt, mint az összes többi izé. Van egy nagy épületünk, és gazdagok vagyunk. Sokkal jobb volt az itt. Mondtuk már, hogy sok pénzünk van belőletek? Megvan a Longines-nak a Very High Precision Quartz, amit nemrég mutattak be, talán egy-két évvel ezelőtt, és egyébként tök jó kis órák, meg tökéletesen van örök naptáras változatuk. Minden esetre a quartznak az a lényege, ugye, hogy azokat a részeit gyakorlatilag kiváltják a mechanikus órának más megoldással, amik túl sok alkatrészt igényelnek, túlságosan tradicionálisak, és a legnagyobb a hiba lehetőség. Tehát gyakorlatilag a kerékrendszert, a klasszikus kerékrendszert, az energiatárolást és a járatot vált. Mindent, amiből egyik... Gyakorlatilag mindent kiváltanak, igen. És a mutatókat is egyébként ugye léptető motorok léptetik, és természetesen ebbe is szét lehet kockulni, tehát a Grand Seiko csinált olyan léptető motort, hogy a másodperc mutató az így oda van egy rajzolva. Mert nagyon sokszor volt az probléma, hogy amikor lép a másodperc mutató, akkor van egy kilengése, hogy ilyen csapása. Oda csapódik, és akkor ott van egy ilyen kis meg, amit szabad szemmel nem lehet látni. De látod, látod, Frankon. Jó, ha nagyon figyeled, akkor lehet szabad szemmel látni. Ez olyan, mint hogy a 4 Hz meg az 5 Hz között látod, vagy a 3 Hz meg az 5 Hz között. És akkor a Seiko megcsinálta ezt a megoldást, amivel ott nincs ilyen, tehát, és az odalép. Ez nagyon beteg. De ez mind ilyen hát, tehát, hogy mint minden, ami az órás ipar, hogy muszáj fejleszteni, különben, lehet. Ha megnézzük, akkor két nagy fejlesztés között sok apró fejlesztés van, ez a sok apró fejlesztés egyik, amire azt mondjuk, hogy jaj, adjuk már, miközben igenis fontos dolgok. Igen. Főleg azért, mert igen, tehát hogy megnézem mondjuk egy ilyen 9F szerkezete szel egy Grand Seikót, megkapod a Grand Seikót tokot, számlapot, stb., amit azért szeretnek általában az emberek, és brutális pontosságot, mert ugye az néhány másodperc már egy évben. Tehát most már ott tartunk, hogy egy quartz szerkezet, anélkül, hogy bármilyen külső időforráshoz lenne szinkronizálva, tud tartani néhány másodperces pontosságot, és a Citizen az annyit elárulhatok szerintem mindenre. Évente, hogy ez még durvább lesz. Egy év alatt készítettek, hogy vesztek egy órát, letezettek otthon így a polcra, visszajöttek, mint tudom, 8 hónap múlva, vagy 8 hónapig hagyjátok, és még mindig pontos. Azt ez nagyon durva. Igen, mindeközben érdekes az, hogy amikor a kvarcok bejöttek, a 70-es években volt egy időszak, amikor a kvarcok sokkal drágábbak voltak, bizonyos kvarcok, mint a mechanikus órák. Igen. Van egy régi hirdetés, amin látszik az, hogy ott van egy Omega Speedmaster Moonwatch, és egy Seiko Quartz, hát jó, és 170, vagy 160 valahány font az Omega, és 170 valahány font a Seiko. Most nem találunk túl sok olyan kvarcórát, és egyébként akkor az nem egy high-end kvarc volt, az egy kvarcóra volt, tehát hogy... Kicsit olyan most, mint egy nagyon alapon meg a kontra egy Astron, ami mondjuk 7-800 ezer. Így van. Tehát azért még most is tudtok stratoszferikus és áron. És amiért a masszív óramániások kevésbé értékelik a kvarcot, mint a mechanikus órákat, és akkor most azt gondolom, hogy sokan vannak úgy ezzel, mint én, aztán majd lehet, hogy a kommentekből kiderül, hogy egyáltalán nem, hogy a kvarcnak a technológiája sokkal könnyebben hozzáférhető, sokkal könnyebben elérhető a mai világban, mint a klasszikus órakészítésnek a szépségei, a fogaskerekek, a folyamatosan fejlődő mechanikus megoldások. Érted, nyomtatott áramköpben mindenki gyárt, azt tudjuk, hogy például a Swatchnak volt, meg még mindig van, azt hiszem Tájföldön mikrochip gyára, mert annak idején, és például a Casio-nak is ők szállítottak régen, mivel hogy a Seiko és a Citizen nem tudta már ellátni a Casio-t, annyit kellett gyártani, Casio-t, és ezért a többek között ezért is, meg az olcsó munkaerő miatt is, a Swatch Group akkor még SMH néven csinált egy mikrochip gyárat Tájföldön, mivel hogy ilyen speckó másfélvoltos mikrochipek kellettek az óra szerkezetekhez, amiket amúgy nem nagyon gyártott amúgy senki, mert más az nem kellett ilyen. Igen, ez bizonyos szempontból érdekes, de a másik rész azért az, hogy mechanikus órát is vehetsz most már fillérekért egyébként. Tehát csak azért, mert vehetsz mondjuk 1000 forintért egy kvarc órát, és könnyen elérhető, nem akarnál egy 1000 forintos órát hordani szerintem. Tehát ha megnézzük, hogy melyik a legolcsóbb kvarc óra, amit jó érzéssel hordasz, az szerintem 15-20 ezer forint mondjuk egy Swatch, egy nagyon alap Swatch, egy nagyon alap... Kvarc? Igen, kvarc. F91V. Igen, jó, az igaz. Jó, de az olyan, mint a 42, az jó, a megoldás minden. Igen, de azért, igen, de jogos, de mondjuk az össze, ha más fajtát akarsz, vagy egy kicsit stílusosabbat, vagy mit tudom, akkor tényleg egy 20 000-25 000 forintos költésről beszélünk nagyjából. És onnan fölfele.
Igen. És hogyha azt nézed, hogy mondjuk egy mechanikus órát is, ugye múltkor néztünk, szkeletáltat veszel 40 000 forintért, akkor azért mégsem akkor az a szakadék, mert 15 000 forintot beszélünk. Persze, én ezt most csak megoldásokra mondom, és a szerelemre magára, hogy miért tartják, vagy én miért tartom nagyobb becsben egyébként a mechanikus órákat, mint a kvarcórákat. Több azért szívás van vele, az tény, mire azt a szkeletáltat megcsinálták. Az így biztos van, és valahogy annak van egy romantikája a régi módiságának, ami közben mégis tud modern maradni, miközben a másiknak nincs régi módisága, mert egy nagyon modern cucc. Igen. Nem a 17.-18. századra eredeztethető vissza, hanem a 20. század közepére. És hogy olyan technológia van benne, ami egyébként pedig már elavult a mai ízékhez képest, amikor most láttam, hogy a... Iszol egy kávét, és utána még egyszer így felbasz ezzel. Tehát, hogy duplán pörget, de nem kell kétszer annyi koffein. Szóval, hogy a... Pont most olvastam, hogy lesz a Galaxy S10-nek bemutatója, igen, és hogy a processzor az már 8 mm, 8 nanométeres izén készül, és közben egy kvarcóra szerkezet ehhez képest egy ilyen ózsdi cucc, tehát hogy egy ilyen fúj. Én egy kicsit tehát, hogy valahogy modern volt valamikor, igen, és azt már nem tudták tovább tolni, és már tudnak fejleszteni ők is, tehát egy pici párhuzam megvan, igen, a mechanikus órákkal, mert ők is egyszer nagyot fejlődtek. Amikről beszéltünk az előbb, és aztán utána már csak így reszelgetni tudják, de hogy valahogy nekem így több van a mechanikus órák. Ettől függetlenül a kvarc annak, akinek az optimálisabb az életmódjához, a pontosság mániájához, igen, meg az ilyenekhez. És közben meg, és a nagyon érdekes, és ezt ne felejtsük ki a szerkezetek közül, imádom a TrueBeat-es órák. Milyen érdekes. Bocsán, nem, mindjárt, csak egy félben, még annyit szeretnék mondani, hogy tényleg az is azt támasztja alá, amit te mondasz, hogy azért nagyon kevés olyan dolog van ma az életünkben, ami fogaskerekekkel működik, és látom, hogy hogyan működik. Tehát minden digitális, akkor miért akar nem, hogy az órám is az legyen, amikor már az autónak a belsője az, amikor a kávéfőző az, amikor mit tudom én, most az darál, vagy őről kávé, de nem látom, hogy hogyan őrli, nincsen megnyitva, nem látom, hogy ott forognak a fogaskerekek, tehát hogyha forgó, működő fogaskerekeket akarok látni, akkor konkrétan vagy az ajtómnak a zsanériát fogom nézni, hogy valami a tűzi működik, nem fogaskerek, de valami mechanikus kapcsolat. Akkor az autómban már nincsen ilyen, mert nem látok bele a sebváltóba, nem látok bele a motorba, csak ha nagyon nagy a baj. és az óránál viszont tényleg az, hogy látom, és közvetlen a kapcsolat, és ott van velem, és bármikor tudok rajta izé kockolni. Tehát, igen. És akkor a TrueBeat, az meg ennek az egésznek az össze. Az egésznek a felborítása, és két nagyon legendás TrueBeat óra van. Az egyik a Jaeger LeCoultre Geophysic, a másik pedig a Rolexnek volt, régen már nincsen. 55-65 volt talán a referencia száma, nem vagyok benne biztos, Rolex TrueBeat néven tudja, hogy fut. Nem, akkor inkább csak TrueBeat. 65-56. A számok stimmeltek, csak a sorrendjük nem. Az a lényege, hogy úgy jár az óra egy áttétel segítségével, mintha kvarc lenne, közben az egész teljesen mechanikus. Egyébként OP-ből csinálta a Rolex, és ők már nem gyártják. És ránézésre egy sima Oyster Perpetual, de közben mégis, hogyha megnézik, akkor másodpercenként egyet lép a másodperc mutató. És a másik ilyen, ami mai napig gyártásban van, a Jaegernek a Geophysic. Ami egy ilyen, és egyébként is gyönyörű maga az óra. Tudod, mi az érdekesebb a videóban? Hogy itt konkrétan látod ennek a működését, és azt látod, hogy így tölt a másodperc mutató. Tehát, hogy egy picit elkezd mozogni, figyelj, látod, így... Hogy így mindjárt megyek tovább, mindjárt, és most megyek tovább. Igen. Tehát, hogy áll, de utána egy picit utána tölt, és ugrik. Utána meg áll, akkor megint tölt, és megint ugrik. És ott van az a kis ötágú kis cucc jobbra föl, jobbra, ott, még egyet följebb, itt. Ott az átvétel. És igen, itt ez pöcköl ezen egyet, aha, látod? Igen. És nézd, igen, mert az tolja, és akkor átbillen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint amikor tolsz valamit, és addig tolod, amíg át nem esik. Így van. Kb. Szóval tök érdekes dolgok vannak. Nyilván átmehetnénk az óra a szerkezeteknek arra a részére is, hogy mondjuk mit jelentenek a kövek. Egyébként ez pont nem egy hosszú téma, úgyhogy elmondom, hogy a kövek, amik rá vannak írva az órára, meg amik így vannak benne, ugye egy nyitott hetlapos órán láthatjuk, hogy ilyen rózsaszín vagy piros színű rubin, ami mostanában sokszor mesterséges, de régen természetes volt. Ezek gyakorlatilag csapágyak, siklócsapágyak, azért, mert ezekbe áll meg a fogaskerekek tengelye. És ezekre azért van szükség, mert hogyha a fém a fémmel érintkezne, mint például egy-két rúlánál régen, a nullaköves óráknál, akkor az nagyon el tud kopni, mivel hogy fém a fémmel érintkezik folyamatosan és forgácsolódik, viszont hogyha ez a nagyon nagy keménységű rubin érintkezik a fémmel, akkor
és még meg is van olajozva egy picit, akkor minimális a súrlódás, és nem kopik annyira. Erre szolgálnak a kövek, egy kézihúzós órában 17 kötőjel, 25 kő bőségesen elég, de a legtöbb az 17 volt így az 50-es, 60-as években. Nincs szükség többre, mert nincs több olyan alkatrész benne, ami annyit forogna, hogy ott indokolt lenne ez. És az az érdekes, hogy régen volt olyan egy ilyen marketing fogás révén, hogy azt számított, hogy mennyi, hogy hány kő van egy órában, és akkor ilyen megpróbáltak belemesterkedni minél többet. Oriennek volt valamilyen 100 köves, vagy valakinek volt 100 köves, hogy nincs is annyi, tök indokolatlan kövek voltak mindenhova pakolva. Ez elmúlt. Az automatáknál általában ilyen 21 kővel is meg tudta oldani például az ETA 28-92-t, amiből a James Bondos Seamasternek a kaliber 11-20-i származik, csak itt kettővel több kő van, 23 van benne. A Rolexekben meg 31-33 valami ilyesmi, a 31-35-ös verikben. Tehát, hogy erre valók a kövek. Ne tévesszem meg senkit az, hogy sok van-e vagy kevés. Nem feltétlenül. Mert nem feltétlenül ugyanis. Ha 17-nél kevesebb van, vagy 15-nél kevesebb, az már gyanús. Tehát ott mondjuk, ha 7 kő van benne, kvarcokban van néha, tehát az normális egy kvarcban lényegesen kevesebb van érthető okokból. Sőt, a kvarcoknál van olyan, ami 9 kötője 14 köves, és az viszont már az durva, mert ott annyira odafigyeltek arra, hogy tényleg minden, ott az egy picit túl van biztosítva, és egyébként a modókronoknál nem kell megijedni, tehát ahol a ugye, mechanikus óráknak van a stopperes változata. Ahol meg lehet csinálni, hogy integrált a szerkezet, tehát úgy tervezik meg, hogy az egy stopperes óra, és akkor az sokkal vékonyabb tud lenni, és vannak a modulos megoldások, ahol egy alap szerkezetre ráraknak egy stopper modult, mint azt láttuk pár részsel ezelőtt a Haiernél. Itt még nagyon sok kő lehet, mert hogy van egy alapszerkezet, mondjuk 24 kővel, vagy 25 kővel, jön és arra ráraknak még egy stopper szerkezetet, egy stopper modult, aminek szintén van egy csomó fogaskereke, amit illik csapágyazni, és akkor a végén kijön annyi 57 kő, meg ilyesmi. Hát ez legyen az órás baja, meg a pénztárcán kell, amikor szervizelni kell, és ott mindenhova kell olajat tenni, és rengeteg idő és munka. És sok esetben másféle kenést igényelnek bizonyos kenési pontok. Tehát így van, de tehát ott mondjuk indokolt lehet az ilyen nagy mennyiségű kő. Igen. Például. Tehát összefoglalásképp tényleg az, hogy akkor most kvarc vagy mechanikus, ezt mindenki eldönti saját magának. Úgy is fogjátok érezni, amikor megfog valamelyik fajta szerkezet. Tehát meg lesz ez a gravitáció. Igen. Megveszitek, tetszik, nem tetszik, eladjátok, tehát ez egy folyamat, nem hiszem, hogy nagyon meg lehet állapodni egyfajtánál, és akkor azt mondod, hogy munvacsom van, amiben van egy kézihúzós kronó, és akkor nekem most már elég volt az órás világban. Lehet, hogy így van, akkor legalább nyugodt életetek, akkor lesz ez biztos. Így van. De nagyon sok esetben meg teljesen normális az, hogy akkor utána próbálgatjátok. És ahogy látszott rajtam is, egyébként tényleg egy 9F full quartz szerkezetben is teljesen bele lehet bonondulni, mert amikor ránézel arra a másodpercet, hogy hogyan lép, akkor ugyanazt a romantikán látod benne, mint egy ilyen seprő, ugye, vagy ilyen folyamatosan futó mechanikus óránál, hogy belegondolsz, hogy ott mennyi mérnöki tudás, mennyi teljesítmény van mögötte, ott a mögötte, ahogy az a mutató megy. És függetlenül attól, hogy az 8-at ugrik, vagy 1-et, de az iszonyat pontosan, ugyanúgy megvan mögötte az a lelket, hogy ezzel nagyon sokáig dolgozott, néhány nagyon okos ember. Így van. És fogunk beszélgetni, lesz majd egy adás, amikor csak a komplikációkról beszélgetünk, tehát a funkciókról, mint a dátum, stopper, naptár, pointer naptár, örök naptár, turbion. Az valami brutál órát szerezni. Hát szerezzi. Szóval lesz ilyenek szó. Addig is, hogyha meg akarjátok tudni, hogy a kvarc vagy a mechanikus óra közelebb hozzátok, akkor március 31-én hova kell menni? Chronometingre. Így van, a Korintia Hotel Budapestbe, ahol aztán annyi órát láthattok, amennyit akartok, és megnézhetitek, hogy mi áll hozzátok közelebb. Uh-huh. Mi pedig találkozunk jövő héten, amikor majd meglepetés, hogy miről beszélgetünk. Ja. Jövő héten, szerdán, 19.30. És ünnepeljetek sokat, hogy 50 éves idén a kvarc, meg az automata chrono. Meg mindenki más, aki 69-ben született, és a 69 egy jó szám. Sziasztok! A műsort támogatta